9 régióból 19 szervezet és 42 fő vett részt a fórumon, 35-en érkeztek a határon túlról. A Kárpát-medencei közös vidékfejlesztési stratégia megformálása az egyik legfontosabb cél, valamint a gazdákat érintő bürokratikus akadályok leküzdése. A határon túli magyar gazdák esetében a magyarországi vásárokon, kiállításokon való megjelenés kapcsán a saját árujuk, termékük Magyarországra való behozatala során tapasztalható bürokrácia dzsungelnek a leépítése, hisz sokszor valóban sokkolóan nagy az a papírmunka mennyiség, amit el kell nekik végezni, és a különböző hatóságokkal való kapcsolattartás sem mindig zöggenőmentes. Ha szükséges, akár jogszabályváltoztatásra is sor kerül majd, hogy a határon túli és az anyaországi gazdák együttműködése létrejöhessen. Szerbia uniós csatlakozásáig nagyon sok változás kell, hogy bekövetkezzen. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége erre fogja helyezni a hangsúlyt. Ennek az egyeztető fórumnak a jövőbeni segítségére is nagy szüksége van, mert ez egy folyamat lesz az uniós csatlakozás, és amit innen, mint tapasztalatot, vagy mint hiányt át tudunk venni, akkor azt már nem kell a vajdasági magyar gazdáknak megszenvedni, nem kell azat újra gondolni, hiszen már megtörtént egyszer Magyarországnak a csatlakozása, a Románia csatlakozásával, a horvátországi gazdák csatlakozásából is tudunk meríteni, és a mi gazdáinkat erre felkészíteni. Nekünk ez lesz az elkövetkező időszakban, az elkövetkező 4-5 évben az elsődleges prioritásunk. Könnyedebb témák is terítékre kerültek, mint például a következő évtől kezdődő Kárpát-medencei aratóverseny. A legfontosabb cél pedig, hogy a gazdák partnerként, ne pedig konkurenciaként tekintsenek egymásra.